Holló Mátyás már több mint 26 éve foglalkozik juhtenyésztéssel. Több szervezetben végzett munkát és elnökségi tagja is. Augusztus 20. alkalmából agrárminiszter úrtól vehettem át egy kitüntető elismerő oklevelet, amelyet a juhtenyésztésben végzett munkásságomért adományozott miniszter úr. Úgy gondolom, hogy elsősorban a közösségért végzett munkámért, mert több szervezetben is munkát végzek. Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetségnek elnökségi tagja vagyok, a Juh- és Szakmaközi Szervezetnek ugyancsak elnökségi tagja vagyok, és a termelői munkacsoportjának a vezetője. Az Agrárkamarában is több tisztséget betöltök, országos küldött vagyok, a Bács megyei juhtenyésztési alosztálynak vezetője vagyok, illetve a gyepgazdálkodási munkacsoportnak a tagja. Egy időben volt a jubileumi 30. Farmer Expo Debrecenben, ahol több előkelő helyezést is értek el az állatok. Nagyon örültünk ennek a rendezvénynek, mert ugye a korábbi pandémiás helyzet miatt nem tudtunk a juhainkkal kiállításra menni. Másfél év kihagyás után ez volt az első kiállítás, ahol meg tudtunk jelenni, be tudtuk mutatni, hogy milyen munkát végeztünk a, úgymond az állatok alatt. 5 csoportot vittem Debrecenbe, egy magyar merino jerke csoportot, egy magyar merino növendékos csoportot, egy Berichon du Cher jerke csoportot, egy Berichon du Cher anya csoportot és egy Île-de-France jerke csoportot. Az 5 csoportból 4 csoportom díjazott lett, 2 első díjas csoportom lett, egy második díjas, egy harmadik díjas, illetve enyém lett a kiállítási legszebb jerkéje, ami egy Berichon du Cher jerke lett, enyém lett a kiállítás fajta győztes Île-de-France jerkéje, és így az összetett pontszámítás alapján én érdemeltem ki a juhtenyésztési nagydíjat a Farmer Expo-n. Hosszú idő alatt elvégzett felkészülés előzi meg a kiállításokat, ahol minden kis részletre oda kell figyelni, ha eredményesen szeretné a gazda zárni a kiállítást. Úgy kell az állatoknak a termékenyítését végezni, a nyírását végezni, hogy amikor a kiállítás napja lesz, akkor legyenek úgymond legjobb formában. Kiállításra elvitt minden állatot egyenként 100-as pontrendszerbe lebírálják, utána kapnak egy csoport bírálati pontszámot, és ezek átlag alapján dőlnek el, hogy melyikek a legmagasabban helyezett csoportok. Minél magasabb ugye a bírálati pontszám, annál előkelőbb helyen végez a csoport. Minden juhfajtának van egy fajta leírása, egy sztenderdje, és az alapján határozzák meg a bírálók a pontszámot. Ugye nézik a bundáját, a gyapjúját a merino típus fajtáknál, mert hasznosítási forma alapján veszik figyelembe, vagy nézik meg az állatot. A merino az egy gyapjú hús típusú állat, ez alapján megnézik a gyapjút, illetve megnézik a standardbe leírtam, megfeleljen a húsosságának. A másik két fajtám, a Berichon du Cher és az Île-de-France, az egyhasznú húsfajta, ott inkább csak a minél jobb húsformákra helyeződik a hangsúly. Az állattartásról beszéltünk még Holló Mátyással, ezt a péntek esti híradónkban láthatják a kedves nézők este 7:30-tól.